Ünneplőbe öltözött diákokkal és szülőkkel, barátokkal telt meg péntek este az újhatvani templom, ugyanis a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium végzős növendékeinek szalagavató ünnepségét tartották. Az eseményen Farkas László plébános elmondta, az elmúlt 4 évben az iskolában sokan dolgoztak azon, hogy a tanulókból értelmes, becsületes, szeretni és hinni tudó emberek váljanak, akik erős erkölcsi és szellemi alapokkal lépnek ki a felnőtt életbe. A mai estén, amikor hazatértek, elmondhatjátok Jézusnak, hogy Uram Jézus, szükségem van rád. Beszéltünk arról, hogy olykor jól jöhet egy osztályfőnök, vagy jól jönne a jövőben is, de ilyen már nem lesz. De van valaki, aki végig kísért téged az úton, te hívhatod, hogy Jézus, gyere velem az úton. Ha még eddig nem engedtek be az életedbe, engedd meg, hogy ő megváltoztasson. Az iskola kórusának előadása után az osztályfőnökök egyenként feltűzték diákjaikra a sokat szimbolizáló Széchenyi és szallagokat. Katolikus iskola lévén és szakgimnázium és gimnázium is egyben, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog volt, hogy olyan személyiségeket próbáljunk belőlük nevelni, aki tisztában legyen azzal, hogy valamiben biztos, hogy értékes, és hogy igyekezzenek kiegyensúlyozott emberekké válni. Természetesen ágazatnak megfelelően a magas szintű szakmai tudást kollégáim igyekeztek átadni a diákoknak, hogy ez mennyire sikerült, az majd az érettségi és a szakmai vizsgán kiderül. Az est a Nagy Endre rendezvényteremben folytatódott. Az 5 végzős osztály növendékei izgatottan készülődtek a keringőkre, melyeket hetekig próbáltak közösen. A báli ruhákba öltözött fiúkon és lányokon itt látszódott leginkább, gyermekkorukat és kamasságukat hamarosan hátrahagyva, komoly reményekkel teli fiatal felnőttekként folytatják útjukat az életben. Nagyon jó osztályközösségünk volt, nagyon jó tanáraink vannak, remek osztályfőnökünk, és nagyon fog hiányozni nekem ez a 4 év. Keringőzni fogtok, mennyit készültetek a keringőre? Igazából rengeteget készültünk, rá próbáltunk, a próbák is elég jó hangulatban teltek, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni. Ez a különleges alkalom azonban nem csak az emlékeket idézte meg, de már a jövőt is sejteti, hiszen a diákoknak hamarosan arról kell dönteniük, mihez kezdenek az életükkel az elkövetkezendő években. Az 5. évet el akarom végezni az iskolánkba, ezzel kapok egy OK és rendszergazdai képzettséget, majd ezután egyetemet szeretném megcélozni. Ezt a napot azonban nem csak a végzősök, hanem az őket kísérő osztályfőnökök is meghatódva élték meg. Mesterné Széles Ágnes elmondta, ilyenkor eszébe jut 4 évvel ezelőtt mennyire cserfes, izgága gyerekekként ismerte meg a diákjait, akik azóta nagy átalakuláson mentek keresztül. Nem mondom, hogy könnyű volt, tehát voltak nagy csatáink, meg még vannak is, hiszen az érettségi előttünk áll, és én osztályfőnökként abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy 2 érettségi tantárgyat tanítok nekik. Keményen kell fogni őket, hogy amikor majd májusban megmérettetés lesz, akkor én is elégedett legyek, és ők is. A szalagavató a végzősök és a szülők közös táncával zárult.